Köszöntöm nézőinket, Önök a Tolnatáj Televízió híradóját látják. Kilián Máté vagyok, főbb témáink néhány mondatban. Megemlékezés, a világháborúk hősei előtt tisztelegtek Szekszárdon. Lecsengőben a járvány, újra ülésezett a bátaszéki képviselőtestület. Kerékpáros sisakot kaptak, baleset megelőzési akciót tartott a rendőrség. Gyereknap, aki kimerészkedett a rossz időben, jól szórakozott a programokon. A két világháborúban elesett hősökre emlékeztek Szekszárdon vasárnap. Gyurkovics János, a város alpolgármestere beszédében úgy fogalmazott, hogy mindenkornak megvannak a maga hősei, akik áldozatot hoztak azért, hogy a mai generációk tagjai békében élhessenek a mindennapokban. A világháborúkban elesett hősök előtt tiszteleg minden május utolsó vasárnapján a nemzet. Ahol pedig háború van, ott áldozat is van, és évszázadok küzdelmeiben honfitársaink százezrei pusztulnak el a harctereken, frontokon, háborúkban. Mondta Gyurkovics János, szekszárdváros alpolgármestere beszédében. Kiemelte, mindenkornak megvannak a maga hősei, akik életüket áldozták a jelen szabadságáért, békéjéért. Mindenkornak megvannak a kihívásai, amivel szembe kell nézni, és kőkeményen végre kell hajtani, meg kell oldani a problémákat, hogy minél kevesebb áldozattal, minél kevesebb problémával tudjuk a mindennapi életünket megélni. A szónok arról is beszélt, számtalan olyan hőse van a történelemnek, akik névtelenül küzdöttek, és fegyvert sem fogtak, mégis hősiesen helytálltak a kor kihívásaival szemben. Az ünnep záró akkordjaként Szekszárdváros Fidesz frakciója, a város vezetése és több társadalmi szervezet helyezett el koszorút az első és a második világháborús emlékműnél. Bonyhádon is megemlékezést tartottak hétfőn. A településen 1998 óta hagyomány, hogy a helyi felvidéki közösség tagjai pünköstkor leróják tiszteletüket azelőtt, amint egy 76 ezer magyar előtt, akiket a második világháborút követő csehszlovák-magyar lakosságcsere során űztek el otthonaikból. Az idei év különlegessége volt, hogy a megjelentek a trianoni békediktátum aláírásának 100. évfordulójára is emlékeztek. Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár, a térség országgyűlési képviselője arról beszélt, hogy a kormányzaton belül végzett idén 10 éves nemzetpolitikai munka legfőbb célja választ adni a magyarságot ért 20. századi traumákra. Beszélhetünk itt akár a kettős állampolgárság megteremtéséről, akár a nemzeti összetartozás napjának a törvénybeiktatásáról, akár az új alaptörvény elfogadásáról, vagy pedig arról, hogy minden magyar állampolgár attól függetlenül bárhol éljen a világban megkapta a szavazati jogot. Én úgy gondolom, hogy a békés nemzetegyesítésnek a folyamata megindult. Átépítetné a dombovári Trianon emlékhelyet a helyi székelykör, mert úgy vélik, a jelenlegi állapotok nem méltóak a városhoz. A székelyek nemzeti összetartozásra neveznék át a teret, valamint kérik a város vezetőinek a támogatását abban is, hogy a Szent László teret a székely emlékhelyhez méltóan alakítsák ki. A dombovári székelykör tagjai javaslatukat egyeztették Pintér Szilárd polgármesterrel, és egy székelyzászlóval ajándékozták meg a várost a 100 éves trianoni évforduló alkalmából. Eléggé lepusztult, nem méltó Dombovárhoz, és én úgy gondolom, hogy nagyon sok olyan ember van, akinek sokat jelent, hogy méltó környezetben tudjon megemlékezni. Mi nem szomorkodni megyünk oda, ez az elmúlt 100 év nagyon sok minden bizonyított. Az, hogy ez történt Magyarországon, sajnos egy tragédia, de egy pozitív történet is, mert mi magyarok megmaradtunk, kárpát-medencei magyarok, székelyek, mindenki. Tehát össze tudunk fogni, összetartozunk, és ez egy nagyon jó üzenet, amit át tudunk adni az unokáinknak. A veszélyhelyzet elrendelése óta először ült össze a bátaszéki képviselőtestület. A képviselők több beszámolót is elfogadtak, és kiderült az is, hogy az önkormányzathoz tavaly a várt adóbevételek 95%-a érkezett be a helyi cégektől és magánszemélyektől. Május 27-én hosszú idő után képviselőtestületi ülést tartott a bátaszéki önkormányzat, betartva az egészségügyi szabályokat. A számtalan napi rendi pont mellett szó esett a bátaszéki adófizetőkről is.
Ismételten megállapítást nyert, hogy a mátaszéki adófizetők adófizetési morálja az kiemelkedően jó, hiszen 95% fölött teljesültek az adóbevételeink 2019-es esztendőben. A hivatalban az adócsoport végzi szinte a legnagyobb adminisztrációs munkát, de ennek a területnek vannak kényesebb munkafázisai is. A be nem fizetett adó behajtásával kapcsolatban is aktív intézkedéseket kell tenni. Ebben is tudtunk előrelépni, és a tavalyi évhez képest mintegy 6 millió forinttal csökkentettük az önkormányzat kintlévőségét a 2019-es esztendőben. A képviselőtestületi ülésen minden beszámoló elfogadásával megállapították, hogy az önkormányzat, a kapcsolódó cégek, szolgáltatók és alapítványok jól végezték munkájukat a 2019-es évben. Biciklis sisakot osztottak a rendőrök kerékpárosoknak Szekszárdon. Néhány óra alatt több tucat ilyen védőfelszerelést adtak át pünköst hétfőn az egyenruhások. A rendőrök így akarták felhívni a kerékpárosok figyelmét arra, hogy egy balesetnél a bukósisak életet menthet. Egyenruhás rendőr inti le a bicikliző családot. Szokatlan látvány, de ami ezután következett, az sem volt átlagos jelenet. A családtagi ugyanis bukósisakot és láthatósági mellényeket kaptak a rendőröktől. Jó sokat szoktunk biciklizni, és szeretek biciklizni, és a sisakok pedig nagyon tetszenek. Tolna megyében tavaly 59 biciklis baleset történt, idén május végéig pedig már 10. Most volt olyan kerékpáros, aki azt mondta, néhány hete őt is majdnem elütötték. Itt körülbelül egy másfél hónapja itt a sportcsarnoknál a gyalogátkelőjén megálltam, megállt a külső sávba az autó, hogy átjövök a sportcsarnoktól erre felire. Igen, ám csak a belső sávba az autó meg nem állt meg, ami jött a sorompó felől. Szóval egy szerencsém volt, hogy nem indultam el, mert máskülönben elgombáz. Végül ez a férfi is kapott sisakot és mellényt is a rendőröktől. Az akció célja az volt, hogy felhívják a kerékpárosok figyelmét arra, hogy egy esetleges balesetnél a bukósisak életet menthet. Ennek az egésznek a lényege az, hogy a biztonságos közlekedésre sarkaljuk a kerékpárosokat is. Ennek az akciónak a keretében a mai napon Szekszárd belterületén, illetve Szekszárd környéki településen munkatársaink kerékpáros bukósisakokat osztanak azoknak az állampolgároknak, akiken nincsen sisak. A rendőrök néhány óra alatt összesen több tucat sisakot, mellényt és kerékpárlámpát osztottak ki Szekszárdon. Május utolsó vasárnapján ünnepli a világ a gyereknapot, az idei esztendő programjaira rányomta bélyegét a vírusveszély, és az időjárás sem volt túl kegyes a hétvégén. Szekszárdon ettől függetlenül több helyen is tartottak mini gyereknapokat. Május utolsó vasárnapja a gyerekeké. A Nemzetközi Gyermeknap gondolata Törökországból származik, ott június 1-én ünneplik a legkisebbeket. Bár az idei esztendőben kétséges volt, hogy egyáltalán lehet-e programokkal kedveskedni a kicsiknek, a Babics Kulturális Központ munkatársai szerveztek programokat. A gyereknapról sokan azt tartják, nem kivételes alkalom, mert nem lehet a figyelmet csak erre az egy napra koncentrálni. Igazából nekünk minden nap szinte egy gyereknap. A gyerekek nagyon várták ezt a napot. Az idő miatt féltünk, hogy nem tudunk eljönni, de örülünk, hogy részt tudtunk venni. A felnőttek szerintem sokszor jobban élvezik, mint a gyerekek. Úgyhogy. Ilyenkor még megajándékozzák őket? Vagy? Hát én igen. Én még a felnőtteket is megszoktam, végül is ő is a gyerekem. Lufi Trambulin és egy kis koncert fért bele az idei programba, ahová talán a vírusok, talán a mostohább időjárásnak köszönhetően néhány család érkezett meg. Ők jól érezték magukat. Láthatóan a bezártságból való kiszabadulás első lehetőségét megélve ünnepeltek együtt felnőttek és gyerekek. Közel kétszer annyian adtak vért a koronavírus járvány idején Tolna megyében, mint az azt megelőző időszakban, így nem okozott fennakadást a vérellátásban, hogy a munkahelyekre, iskolákba és sokszor még a művelődési házakba sem lehetett szervezni véradást. A véradó szolgálat és a Magyar Vöröskereszt Tolna megyei szervezete új helyszíneket keresett, a véradók pedig jöttek és segítettek. Legutóbb Bonyhádon a Székelyházban várták a véradókat.
Testhőmérsékletmérést, kézfertőtlenítést és egy előzetes kikérdezést követően lehetett belépni a Bonyhádra szervezett véradásra. A koronavírus járvány miatt számos biztonsági előírást vezetett be az Országos Vérellátó Szolgálat. A feltételek közül a legfontosabb, hogy nem adhat vért az, aki egy hónapon belül ki volt téve koronavírus fertőzés veszélyének, ismert koronavírusos személlyel találkozott, esetleg a vírusfertőzés tüneteit észlelte magán, vagy a fertőzést kimutatták nála. Az is az egyik óvintézkedés, hogy a dolgozók maszkot és kesztyűt viselnek, és másfél méteres távolságot kell tartania mindenkinek a véradás helyszínén. A véradók pedig folyamatosan érkeztek Bonyhádra. A legtöbben már sokadszorra nyújtották a karjukat. Stein Ferenc például 56-szorra adott most vért. Azt mondja, katonakora óta jár véradásra. Jól esik adni, így van. Bonyhádon ezúttal a székelyházba települt ki a vérellátó szolgálat. Pászti Vera, a vérellátó vezető főorvos azt mondja, ez az egyik új helyszín, ahova sikerült megszervezniük a véradást. A koronavírus járvány miatt ugyanis számos településen nem csak munkahelyekre és iskolákba, hanem művelődési házakba sem kaptak engedélyt a véradás lebonyolításához. Ennek ellenére sikerült biztosítaniuk a megfelelő mennyiségű vért. Tolna megyében ugyanis kétszer annyian adtak vért ebben az időszakban, mint korábban. Egyensúlyban volt az igény és a rendelkezésre álló vérkészítményeknek a mennyisége, hiszen a kórházak is kevesebb vérkészítményt használtak. Véradó pedig a várthoz képest több jelentkezett, úgyhogy nem tudom, talán mert otthon voltak, jobban ráértek meg. Talán ez a veszélyhelyzet egy kicsit ráirányította a figyelmet a segítségnyújtás fontosságára. Az enyhítő intézkedésekkel párhuzamosan a Tolna megyei Balassa János kórházban is megindul lassan az élet. Elvégzik az eddig elhalasztott műtéteket, így itt is számítani lehet arra, hogy több vére lesz szükség a közeljövőben. Ezért újabb és újabb véradásokat szerveznek, amikről az OVS honlapján lehet tájékozódni. Regionális híreink következnek Baranya és Somogy megyékből. Kifutott az első menetrend szerinti hajó, 50 nap késéssel indult a balatoni hajózási szezon. Változik a pécsi időseket segítő program, az enyhítések miatt módosítanak. Magyar falu program, új ravatalozó épült a Baranya megyei Oroszlón. Ötven nap késéssel indult el a 174. balatoni hajózási szezon. Az első menetrend szerinti járat szombat délelőtt 10 órakor futott ki a siófoki kikötőből. A balatoni hajózási cég erős szezonra számít, és abban bízik, hogy sok magyar vendég érkezik a tóhoz. Sokan választották programként a sétahajózást a pünkösdi hosszú hétvége első napján. Átmegyünk Tihanyba egy kicsit, kirándulunk, meg a belső tó környéke, valami kellemes helyen megevédelünk, és jövünk is 5 órakor. Voltak, akik az aktív turizmus jegyében kerékpárral érkeztek a siófoki kikötőbe. Már nagyon vártuk, hogy elinduljanak a hajók is, szeretünk kerékpározni, biciklizni, úgyhogy reméljük, hogy ez a nap is jól fog sikerülni. A szokásoknak megfelelően Siófokról futott ki az első menetrend szerinti hajó, a Siófok katamarán. Ezzel pedig a megfelelő óvintézkedések mellett elindult a 174. balatoni hajózási szezon. Az utasforgalmon jól látszott, hogy a vendégek már nagyon várták, hogy újrainduljon az élet a Balatonnál. Nagyon örültünk annak, hogy 50 nap várakozást követően kifuthattak a hajók a Balaton vízére. Az első nap szerencsére gyönyörű időjárást hozott, igazi kiránduló idő van. Siófokról stílszerűen a Siófok katamarán indult Balatonfüred irányába, 60 fővel a fedélzeten, 4 kerékpárt is szállítottunk, és még kiemelkedőbb forgalom volt az első hajójáraton Fonyód és Badacsony között. Itt 140 utas szállított a hajó és 70 kerékpárt. A balatoni hajózási ZRT vezetése bizakodó, mert forgalmuk 80-85%-a a nyári főszezonban keletkezik. A következő időszakban a szolgáltatásokat az aktuális jogszabályokhoz igazítják majd. Így előreláthatóan augusztus 15-e után a tematikus járatok, így a gyermek és buli hajók is újraindulnak majd. Változik a papi program rendszere Pécsen. A Baranyai megyeszékhelyen működő program a pécsi idősekért elnevezésű kezdeményezésbe 2 hónap alatt csaknem 900 nyugdíjas jelentkezett. A nyári hónapokban azonban már csak hétfőtől péntekig vehető igénybe a szolgáltatás, és csak élelmiszervásárlást végeznek az önkormányzati intézmények munkatársai.
korábban más területeken is segítették az időseket, a kijárási korlátozások enyhítése miatt viszont csökkent az igény erre az otthoni ellátásra. Ezeken a korábbi felvételeken a program a Pécsi Idősekért elnevezésű kezdeményezés keretében vitték az élelmiszert önkormányzati intézmények dolgozói ennek a pécsi hölgynek. A papi programot március 20-án eredetileg abból a célból hozták létre, hogy az új koronavírus járvány alatt a legelesettebb, a betegségnek leginkább kitett pécsi polgárokat gyógyszerrel és alapvető élelmiszerekkel lássák el. A nyári hónapokban azonban változások lépnek életbe. Ez azt jelenti, hogy június 2-ától azok az idős emberek vehetik igénybe a szolgáltatást, akik elmúltak 65 évesek, és nincsen hozzátartozójuk, aki segítene nekik a bevásárlásban, ezentúl csak alapvető élelmiszerek vásárlására használhatják a munkatársainkat, és csak hétfő reggel 8-tól 16 óráig, és minden hétköznapon ugyanígy. A programban ugyanis több mint két hónap alatt összesen csak nem 900 pécsi idősnek segítettek az önkormányzat szociális területen dolgozó munkatársai. A kijárási korlátozások enyhítése miatt azonban többen is megkezdhették munkavégzésüket eredeti munkahelyükön. Ezzel párhuzamosan pedig jelentősen csökkent az igény az időseket otthonukban ellátó szolgáltatásra. Ajándékokat vittek Pécsen a felújított Hírdi óvoda gyermekeinek a képviselők. A terület országgyűlési és önkormányzati képviselője látogatott el az intézménybe. A politikusok szerint nagyobb figyelmet és támogatást kell kapniuk a perem kerületeknek. Így volt ez korábban, amire jó példa az óvoda felújításának megindítása az előző városvezetés alatt. Labdákkal érkezik a Pécs Hirden teljesen felújított óvodához a pécsi országgyűlési képviselő, valamint a terület önkormányzati képviselője. Pénteken délelőtt hoztak ajándékot az intézménybe járó gyerekeknek. Bent pedig megnézték a felújított épületet, a teljesen új tornaszobát. A Hirdi óvoda egyébként, ami nagyon jelentős múltra tekint vissza, több évtizedes felújítási igényét sikerült az előző városvezetési ciklusban elindított óvodafejlesztési program keretében teljes körűen felújítani. Itt a Hirdi tagóvodában most 39 gyermek van, ahogy értesültünk erről. Az azt jelenti, hogy növekvő gyermeklétszám érvényesül. Nagyobb figyelmet fordított a korábbi városvezetés a perem kerületekre, így Somogy, Vasas, Hirdre is. Jó példa erre az óvoda felújítása, mondja a terület önkormányzati képviselője. Kérjük, de lehet, hogy követelnünk kell, hogy ez a figyelem maradjon meg, sőt fokozódjon. 6700 fő, közel 2200 háztartás, Pécs egyik legnagyobb választókerülete, és itt is nagyon fontos, hogy a figyelem elérjen ide. Ami elkezdődött a múltban, azt célszerű folytatni. A Hirdi óvoda összesen 153 millió forintból újult meg. Ebből 98 millió forintot EU-s forrásból kapott a pécsi önkormányzat. Új ravatalozó épült Oroszlón, a Baranya megyei település a Magyar Falu program keretében nyert el 7,5 millió forintot a beruházásra. A munkálatokkal alig néhány hónap alatt végeztek a szakemberek, a temetőben hamarosan további felújításokat tervez az önkormányzat. Létrejött az egyház. Felépült az új ravatalozó a Baranya megyei Oroszlón. Az épületet május 29-én adták át a település temetőjében. A beruházás 7,5 millió forintból valósulhatott meg, mindössze néhány hónap alatt. Mivel korábban nem volt ravatalozó a községben, így egy teljesen új ingatlan épülhetett, amire már nagy szükség volt, mondta Molnár Gábor polgármester. Oroszló már évtizedek óta, vagy akár évszázadok óta szeretett volna egy ravatalozót, hogy az időseket, az elhunytakat a végső útjára elkísérni. Körülményekhez képest rövid idő alatt, a néhány tíz év, ami elmúlott, most sikerült megoldanunk ezt a dolgot a Magyar Falu program keretében. Ezt a magyar kormány kiírta, köszönetet mondunk neki, és nagy lehetőség volt számunkra, hogy ezt a pályázatot megírtuk és sikeresen vettük. A Magyar Falu programban elnyert összeget Oroszló önkormányzata plusz 400 ezer forinttal egészítette ki, így a ravatalozó előtti teret és egy mozgáskorlátozottak számára használható feljárót is kialakíthattak. A temetőben egy kápolna is áll, a közeljövőben ezt az épületet is szeretnék felújítani. Emellett kerítést is felhúznak majd a sírkert köré, és urnafalat is kialakítanak.
Akár 50%-os terméskiesést is okozhat a dióburok fúrólégy. A kártevő körülbelül 2012 óta van jelen Magyarországon, az elmúlt néhány évben azonban nagyon elszaporodott. Mivel a rovar a dióburokban táplálkozik, így az előbb-utóbb elfeketedik, és már csak akkor veszik észre a problémát a gazdák, amikor baj van. Védekezni lehet ellene, ehhez megfelelő technológia és vegyszer szükséges. Így néz ki az a dió, amit a dióburok fúrólégy tett tönkre. A kártevő lárvája a dióburokban táplálkozik, ennek következtében barnulni kezd a burok, majd végül elfeketedik, így idő előtt lehullik a termés. A rovar 8 éve került be hazánkba, mára pedig szinte az egész országban elterjedt. Elsősorban a kiskertekben, szorványokban okoz problémát, ahol akár 50%-os terméskiesés is lehet. Néhány módszerrel lehet ellene védekezni, ilyen az agrotechnikai és a növényvédőszeres kezelés. Az ilyenkor használatos vegyszer egy sárga színű ragacsos csapda, amivel először is megállapítható a kártevő rajzása. A rajzás csúcson kell beavatkozni, de mivel nagyon elnyújtott a rajzás, ezért 2-3 védekezésre is szükség lehet, gyakorlatilag szeptemberig tartanak ezek a védekezések. Az agrotechnikai védekezés tulajdonképpen azt jelenti, hogy azt próbáljuk megakadályozni, hogy a lárva bekerüljön a talajba, ott bebábozódjon, és a következő évben ugye egy fertőzési forrás legyen. Ezt úgy lehet megoldani, hogy a fertőzött dióburkot, diót, ami lehullott, azt össze kell gyűjteni és meg kell semmisíteni. Ez történhet égetéssel vagy fóliatakarással. Ilyenkor a diófák alatt össze kell gyűjteni a talajba vándorolni készülő lárvákat, amiket ezután szintén meg kell semmisíteni. Bár Magyarországon 2019. december 14-e óta nem bejelentés köteles károsító a dióburok fúrólégy, az elmúlt években nagy károkat okozott, ezért is lett drágább a dióbél. A kártevő kiirtásáért azonban nem a kormányhivatal a felelős, szögezi le Csizi Gábor. A hivatal abban tud segíteni, hogy a megfelelő növényvédőszerrel és technológiával rendelkező cégeket, vállalkozásokat ajánlja a gazdáknak, ugyanis a védekezést a tulajdonosoknak kell megoldaniuk. A személyi edzések után már kisebb csoportos tréningeket is lehet tartani Kaposváron. A Somogyi megyeszékhelyen március közepén zártak be az edzőtermek a koronavírus járvány miatt. A többet egy szünet után májusban fokozatosan nyithattak ki a helyek, betartva a higiéniai előírásokat és a távolságtartást. Két nyomás, két húgolás és két fiók, jó? Személyi és csoportos edzésekre is van már lehetőség a kaposvári termekben. A nyitást már nagyon várták a mozogni vágyók, akik közül sokan a koronavírus járvány ellenére otthon is igyekeztek sportolni. Van otthon egy-kettő súlyom, és azzal azért edzettem otthon, de természetesen nem olyan ütemben, meg intenzitással, mint egy csoportos edzésen. A koronavírus járvány miatt a kaposvári edzőtermek március közepén bezártak. A több hetes szünet után májusban lehetett nyitniuk, de csak fokozatosan. Az első lépés az volt, hogy csak személyi edzéseket lehetett tartani, tehát a csoportos órák azok még nem voltak megengedettek. Ez 2 hétig tartott így, megnéztük, hogy milyen következményekkel jár, vagy nem jár ez a nyitás, illetve ugye nagyon figyeltünk még fokozottabban a higiéniai körülményekre, mindent folyamatosan fertőtlenítünk, eszközöket, megkérjük a vendégeket, hogy ők is ezt próbálják betartani, illetve nem lehetett, és most sem lehet még a zuhanyzókat használni. Második lépésként a kisebb fős csoportos edzéseket is engedélyezték. A több hetes szünet után az egész testet átmozgató edzésekkel igyekeznek az edzők újra formába hozni a mozogni vágyókat. Végül mutatjuk újra Tolna megye legfontosabb híreit röviden. Megemlékezés: a világháborúk hősei előtt tisztelegtek Szekszárdon. Lecsengőben a járvány, újra ülésezett a bátaszéki képviselőtestület. Kerékpáros sisakot kaptak, baleset megelőzési akciót tartott a rendőrség. Gyereknap, aki kimerészkedett a rossz időben, jól szórakozott a programokon. Szerdán erősen felhős időre kell készülni, többfelé záporok, illetve zivatarok alakulhatnak ki. A szél mérsékelt lesz, és jellemzően északnyugati irányú. Éjszaka már nem lesz jellemző a csapadék, de elvétve továbbra is előfordulhat kisebb zápor. Friss hírekkel legközelebb szerdán este jelentkezünk. Addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket.
Ha látnak valamit, ami önök szerint érdekes, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!